Tavaly tavasz óta több mint 300 kisfilmet készítettünk külhoni partnereink közreműködésével, meséket, úti kalauzokat, zenei, irodalmi, képzőművészeti és hagyományőrző előadásokat sikerült rögzítenünk, gyakorlatilag minden nap új produkcióval jelentkeztünk. Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója azt is elmondta, hogy nem könnyű életben tartani a járvány ideje alatt egy olyan intézményt, ami főleg a személyes megjelenésre épülő programokat kínál, de úgy tűnik sikerült. A statisztikák szerint 3/4 év alatt több mint 10 millióan látták az elkészült videókat a közösségi médiában, határon innen és túl. Arról is szó esett, hogy az intézmény fennállásának 10. évfordulója alkalmából milyen programokat terveznek idén. A Magyarság háza nagy képeskönyve címet viselő exkluzív kiadványjal jelentkezünk, és ugyanekkor elindítunk vándorútjára, amennyire a járvány engedi az ehhez kötődő rendhagyó kiállításunkat. Egy világkörüli turnét szervezünk ennek. A kiállítás megnyitókat egy-egy kulturális program is színesíti majd. Ezeken kívül szeptember végén, október elején egy 4 napos fesztivállal szeretnék ünnepelni az elmúlt 10 évet. Olyan színes programokkal készülnek, ahol a délvidéki hagyományos népmesemondótól a felvidéki rock együttesig mindent megtalálhatnak majd a résztvevők. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, a Magyarság háza az egyik legfontosabb összekötő kapocs az itthoni és a külhoni magyarok között, és a nemzetpolitikai államtitkárság működését is segíti. Nincs olyan Kárpát-medencei magyarok által lakott település, amit valamilyen módon ne vontunk volna be ebbe a nemzetpolitikába. Így van ez a Magyarság háza kulturális intézménnyel is. A nagyobb nemzetpolitikai programokat az ő tevékenységük nélkül igazából nem is tudnánk lebonyolítani. Potápi Árpád János elmondta, hogy a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság mindig támogatni fogja a Magyarság háza működését.